Újból Dungeon Siege. Azt nézzétek. Mekkora ilyen van, hát konkrétan nem fér bele a képernyőbe. Még mindig nem néztem semmilyen Nexus modot, srácok. Szánom bánom, de egyszerűen nem jutott rá idő. Meg fogom majd nézni, természetesen. Lehet, hogy az utolsó pillanatban, de meg fogom nézni, hogy milyen Nexus modok vannak. Mert hogy milyen modok vannak a Nexus modon ehhez a gamehez. Mennyivel lehetne menőbbé varázsolni. Tehát abban biztos vagyok, hogy láthatatlan karakterünk nem lenne. Láthatatlan karakterünk már nem lenne. Viszont... Pillanat. Végre egy jó játék? Na tessék, Zakika. Olyan fura valami itt a kamerával. Nem tudom. Valami szokatlan volt. Ennyi. Szóval, ott tartunk, hogy a végén járunk az első felvonásnak, ahogy azt egyébként a cím is mutatja itt a Twitch-en. Már csak kettő fő küldetésünk van, és összegyűjtöttem magamnak azt, hogy hova kell majd visszamennünk így a korábbi területekre. Természetesen csak még az előző részből. Mert hogy legutóbb találkoztunk nagyszintű ellenséggel, barlanggal, őrült tudóssal, zárt ajtóval, ahol ilyen első koros korabeli táblák vannak, vagy táblák kellenek, úgyhogy tudni fogom majd hova szeretnék visszamenni később. Így ezek össze vannak írva. Próbálok majd erre figyelni most is, hogy semmit ne hagyjunk ki, mert hát ezt egy ilyen 100%-os végigjátszásnak szeretném megcsinálni. Karácskár állította a kamerát, lehet. Sokat fogok körgni, srácok, mert betoltam ezt a vörös hagymát az ebédhez. És hát ez szaggat, az biztos. Szóval legutóbb elhagytuk a Grelin szigetet, az Azunita sivatag titkát felfedtük, illetve megtaláltuk az elveszett az Azunai régiséget, és most pedig a szélkő erődbe tartunk, úgyhogy megyünk is oda-vissza. Csak még annyi, hogy megmutatom, hogy hogy állnak a karaktereink. A lovagunk 20-as szintű, a mesterlövészünk szintén, a varázslónk is, és a csacsink is. Brotétóban nem akar sikerülni a Danger-öt? Na majd hát, ha sikerül egy olyan bildet összehozni, is tudom, amiből te is okulhatsz. A lovagot azt nem próbáltad, azzal nekem összejött. Nem adta azzal se, aha. Én annyit látok, srácok, itt, hogy most elképesztő módon daráljuk az ellenséget. Tehát egy Dungeon Siege 1-hez képest itt most hatalmas ellenségdarálás van. Nagyon durvák vagyunk. Kicsit olyan, mint a kamu lenne az armor, amikor van vagy 5 millió armor, azt mégis elolvasztanak. Ja, hát mert hiába van egyre több armorod, nem érződik, mert sokat sebb ez az enemy.
Nem tudom, srácok, hogy mi változott most, de nagyon, nagyon szereteljük itt az enemit. Amúgy elgondolkodtam azon így ebédszünetben, hogy... hogy most maradjunk a Dungeon Siege-nél. Még egy kicsit lejjebb kell húznom a játék hangerejét. Maradjuk a Dungeon Siege-nél, vagy vovozzunk egy kicsit, vagy valami másik végijátszásunkat folytassuk, de az a helyzet, nem akarom. Nem akarom ilyen izé hányatatott sorsúnak tartani ezt a játékot. Most meg halk lett. Hát úgy néz ki, hogy nem kell állítani, jó volt az, ahogy az előbb volt. Karácska még a nehézséget is elterítottva Überlóra. Mert... hát konkrétan iszonyatosan jól haladunk. Mondjuk amikor ennyi game van, amit tolladsz, egyszerűbb lenne nem csinálni menetrendet, mert úgyse tudod előre, mihez lesz kedved. Igazából mindenhez van kedvem, csak van, amihez jobban. Tehát olyan nincs, hogy valamihez nincs kedvem. De annak örülök, hogy például a COD kampánnyal már végeztünk. Még egy stream lesz az Uncharted-ból, legalábbis szerintem. Van még a Plague Tale is, amit be kell fejezzünk. Abból azért még jócskán... abban azért még jócskán van tartalom. A Plague Tale-ben. Hát ezt nem értem. Mondjuk az se, hogy ez a sok enemy honnan jött. Ja, és akkor még a... izé... Arena Survival játékokkal el is vagyunk maradva. Megjelent a Beautiful Mystic Survival is. Az amúgy nagyon menő az nagyon menő volt a DS1-be, hogy amikor lootoltunk, megnyomtam az autólótot, akkor a csacsihoz tették a lootot. Az nagyon tetszett. Az nincs itt a Dungeon Siege 2-ben esetleg? Nem tudjátok véletlenül? Elvileg itt van az oldalán egy gomb. De ezt valahogy lehet júzolni, nem? Vagy kántálni kell? Már nem emlékszem pontosan, pedig tudja, hogy lehet valami. Ott van. Ott a gomb. Én pont ellenkezőleg vagyok, alig van kedvem játszani akármivel is.
Egy ősi elf ereklye tartó. Jó, hát ezt majd akkor lehet használni, hogyha beszéltünk azzal, aki megadja nekünk a kántálást, hogy értsük a halottak szavait is. Ó, én nekem nagyon sok mindenhez van kedvem. Jaj, hát az ijászunk kostoba. Falon keresztül próbáltam lőni a népet. Nos, itt lehet majd kántálni. Lehet majd kántálni, hogy ugye beszéljünk a szellemmel. Az FME-ben lehet átlőni a izén? Falakban? Rég is volt már ez. Én pedig a Phoenix Rising DLC-ken gondolkodok. Zakika. A harmadik DLC az szerintem nagyon gagyesz. Ott a nehézséget úgy oldották meg a játékba, hogy folyamatosan respawnol ugye az enemy. És sokan vannak, és nehéz őket legyőzni. Tehát ez a kihívás a játékba. A harmadik DLC-ben nekem az nagyon nem adta, hogy ott változtattak a játék stílusán is. Viszont az első DLC, ami a... Hát nem tudom, hogy hogy hívják ezekre a nyílásokra, a dungeonökre vagy mikre megy rám, az ilyen puzzle-ös megoldásokra, az például nekem adta. A második DLC az meg a kínai, az meg gyakorlatilag egy Immortal Phoenix Rising spin-off. Felülnézetes, azt szerintem nagyon gagyi. Úgy voltam az Immortal Phoenix Rising, hogy bármi jön ahhoz a játékhoz, kimaxolom. Mármint jó, nem kimaxolom, végigjátszom és megcsinálok mindent benne, ami így tetszik. Az a helyzet, hogy a harmadik DLC-nél azt mondtam, hogy én egy 3-4 óra vagy 5 óra a gameplay után, hogy... Unistan. Az a helyzet, hogyha a játékot inkább a puzzle, mint a kombatér játszottad, akkor lehet, hogy az első után a többit meg se kéne nézned. A második még azt mondom, hogy amúgy jó. A második az még tök jó volt. Tényleg mint egy Immortal Phoenix Rising spin-off. Kínába. De a harmadik az nagyon nem. Na, el lehet menni itt jobbra. Mindjárt megnézzük, hogy minek. Szerintem azért lehet eljönni itt jobbra, mert innen át lehet látni a túloldalra. Így van. Innen átlátunk a túloldalra, és azt mondjuk, hogy... Jaj, bakker! Azt mondjuk, hogy... Jaj, bakker! Hát... Amarra is lehetett volna menni. Szóval ez a rész szerintem azért van itt. Lord Hades, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Köszi a 2 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Megtaláltad a feliratkozást? Remélem még nektek is még mindig olcsó az a Prime videó és előfizetés. Ez a 900 forint, ez
nagyon megérős. Ha persze sűrűn használjátok a Twitch-et. Meg akartok sorit is nézni. 42-ket sebez, 48-akat sebez a kis idézettünk. Ezt hol látod, hogy 900 amúgy? Mindjárt belépek neked is, Tog. Prime videó. Magyar kell legyen a Prime videód. És akkor utána már látni fogod. Account settings. Pillanat. Be kell írnom az amazonos infót, és itt van. Ugye lefotózom nektek. Na, itt van. Ugye más az ára az Amazon Prime-nak, más az ára külföldön a Prime videónak, és ide az is más ugye az ára, tehát hogy nem tudom, meddig van ez az akció. Például azt sem tudom, hogy ez akció egyáltalán, mert hogy korábban drágább volt a Prime videó emlékeim szerint. Ha már csak azt nézzük, hogy egy Prime videóhoz jár Prime Gaming, ugye a Twitch Prime, a régi Twitch Prime, ahhoz képest a Nitrohoz, ha jól tudom, ahhoz nem jár a Prime Gaming, és az csak ugye annyit csinál, hogy nem látsz hirdetést az oldalon. És az meg 9 euró vagy 9 dollár havonta. Azért van árkülönbség. Nyilván a reklámmentesség más kaliber, mint a Prime Gaming, de akkor is. Ez gyakorlatilag olyan mint hogyha a izé. Ez olyan, mint az Xbox-os Game Pass, hogy 300 forint. Régen úgy volt, hogy 7 nap után az első 6 hónap feláros volt, vagy mi, utána meg 6 euró vagy dollár. Nem tudom. Azt hiszem amúgy 2 éve van ez a 900 forint. De annó úgy volt, hogy az első hónap valami 300 forint volt, vagy valami ilyesmi. Hát, hogy az első hónap az így nagyon olcsó volt, vagy az első pár hónap nagyon-nagyon olcsó volt a Prime-ból. De most már ez a 900, ez már van egy jó ideje. Ha itt tovább lehet menni, de még nem megyünk. Vasszarvú pártfogó. Jó. Ezeket is szétszedjük. Mint hogyha ott lenne valaki, ott, de ki az a zöld, aki ott lebeg a semmiben? Ezt meg lehet nézni? Ha keselyű. Rákattintottam a képre, azt hittem egy link a profil oldalra, és próbáltam megszakítani.
nem volt semmilyen szándékom Zakira. Az a neve, hogy robbanó szárny, itt pedig feltűzött széltől erőd íjász. Még van valami enemy? És tényleg van. És ott is van. Bűbájolható driáda kalapács. Itt balra van egy teleport. És itt visszafele mi van? Ahogy látom, opcionális terület, mert hogy a másik irányban mutat a quest. Majdnem azt mondtam, hogy quest helper. Hát ez nem tudom, hogy miért van itt. Ez a szentély. Lehet, hogy itt lesz majd valami szellem. Ó, itt erre is lehet menni. Hát itt ezt majdnem kihagytuk, ezt a piros gazt. Nem akarunk teleportálni, megyünk tovább. Á, értem. Szóval, hogy lent van... Ja, hogy itt van egy kis feljáró. Jó, jöjjük meg ezeket a nagy irakát. Mindenki most lépett szintet. A Mokmány Tauntot már nagyon elkanászodott itt az enemy. Megy mindenhova is, pedig nem szabad. Ó, köszi szépen, hogy megmutattad, hogy itt vannak még a ládikók. Mármint, hogy köcsögök. Szélkő erőd. Hát nincs más hátra, srácok. Arra kell mennünk. Így. Jó, egy ilyen játékmentése gombot. Bár itt már nem olyan fontos, mint a DS1-ben. Dara. Kapja mindenki. Itt képességet kellett volna váltanunk. Érdemes lett volna. Az első 6 hónap 3 euró per hó, utána 6 euró hó. Ez még 2018 nyarán volt, aha. Mert nem emlékszek ilyenekre is, tudom. Ja, te is csak a levél alapján tudod?
Én ezeket már valószínűleg töröltem. És itt vagyunk, a szélkő erőd. Ezt jól körbe kell majd járni. Majd megértitek, hogy miért mondtam azt, hogy körben. Azt hiszem elsőnek nem lehet balra menni. Szóval jobbra kell, de aztán meg majd balra kell menni. Aztán itt lesz valami félóriás, akit ki kell szabadítanunk. És spoiler. Vagy így, miért nem mennek hátra, lehet tudni? Mitől fél az óriás? Nem akarod tudni Zakika. Ha ezt szeretnéd tudni, tenne örök némasági fogadalom. Valaki itt szívkodott minket. Tő-tő-tő-tő-tő-tő. Micsoda lángok. Micsoda lángok, srácok. RTX-on. Hiszok már egy kicsit, hát ha múlik a köhögés. Nézzük. Oda nézzetek, hát triggereltünk egy cinematikot. Teljesítettél egy feladatot, szélkő erőd. Vidd az Azonita régiséget a szélkő erődbe, találj meg a rangidős parancsnokot. Na és mostan az, hogy nem tudunk balra menni, itt nem tudunk átmenni az ajtón, tehát el kell mennünk jobbra. Egyedülálló levélcsukja. Egyedülálló jogar. Wow! Fett lúd. Fett lett a lúdunk. A lényfél spoiler kérdés, már nem emlékszem az ezelőtt rész, vagy ezután van a háromfejű kígyó. Doroszla, az a helyzet, hogy itt már nyugodtan spoilerezhetsz ennél a játéknál, mert ezt már nem először játszom így streamben. De szerintem ez után lesz, mert hogy ezelőtt még nem volt három fejű kígyó. Úgyhogy nagy valószínűséggel ennek a felvonásnak a végén van. Talán az utolsó felvonás a három fejű kígyó. Az lesz az első akt végén. És
És emlékszem, hogy mindegyik boss fight nagyon kemény volt, nagyon szivatos volt nekem annó. Kíváncsi vagy, hogy ölöm meg? Hát, én is kíváncsi vagyok. Mert nem emlékszem, hogy milyen volt. Ha emlékszem, hogy szívás volt. Annó úgy nyomtam, hogy volt egy valamire való harci mágusom. Most meg van helyette egy csacsim. De amúgy valószínűleg, hát nem tudom. Itt már szerencsére lehet teleportálni, úgyhogy csak meg lehet valahogy oldani. Annó is megoldottam valahogy. Emlékszem, hogy szívás volt, de tuti meg lehet oldani. Az biztos, hogy addigra már át fogunk költözni. Addigra átrendezzük az inventory-t, és kiveszünk onnan a jó dolgokat. Szevasz, Neomer, mi újság? Ez valami izé... Ilyen... valami halálmágiát nyomnak rám, vagy mit tudom én micsoda, de hogy... Nagyon kapja a tankunk. Bannos, ő a bannos közlegény. Te nem egy szörny vagy, hála az Isten, meg túlélőket kerestem, amikor hirtelen csapatom tagjai nyáladzó szörnyeké kezdtek változni. Ide ebbe a szobába menekültem és bevágtam az ajtót. Az elesett katonák maradványai felett veszekedésük hangja az üvegbe kergetett. Vissza tudnál kísérni engem a kapitányhoz? Utolsó előtti nyugdíjosztós nap, holnapi nap, még kicsit húzós, de utána chill. Nyugdíjosztós nap, az mit jelent, Neomer? Nem tudok bejelentkezni a Prime-os accountba, mert nem tudom, milyen nevet adtam meg. Hát e-mail címmel, nem, én e-mail címmel léptem be, Isten. Vagy hogy a Twitch? Ja, hogy, ja, postás kézesítő. Ó, értem. Vagy hogy van egy Twitch accountod, amin van Prime, arra gondolsz is, hogy egy másik Twitch accountod van? Hogyha másik Twitch accountod van, akkor lehet olyat csinálni, hogy e-mail címre kéred az emlékeztetőt, és akkor elküldi neked, hogy milyen user nevek vannak az e-mail címeden. Thank you. You should know that there are others missing as well. The patrol split into three groups. Private Nolan and his partner were going to investigate the storage and barracks area. Private Chayden was going to search in the western part of the gate complex. Éden közlegény a kapu komplexum nyugati részét nézte meg. Köszi. Hát azt elhiszem akkor, ne, már hogy az kemény lát. Szóval a Twitch-en tudsz olyat, hogy megadod az e-mail címet és elküldik rá, hogy milyen felhasználó nevek vannak rajta. Van egy olyan gomb, hogy elfelejtett jelszó,
És azt hiszem az elfelejtett jelszóra, hogy rányomsz, akkor lehet kérni, hogy elfelejtett felhasználónév, és akkor ott már a e-mail címet kell megadni. Legalábbis fél éve még volt ilyen funkció. Aha. Ide teljesen megért eljön. Ne! 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 Jézus! Wow, az tök király, Neomar. Ez tök király. Ja, a faluban. Hát... Ja, hát... Nyilván van, amikor nem jó nyilván, de hogy... Ez tök jó, amit így mondtál, hogy... Szeretnek. Hogy állunk amúgy? Még a fele megvan. Na várjál, hát az IASZ nem is támad, srácok. Nem támad az IASZ, mert a teleport volt a kezébe. Ezek a mimikek. Tudtam, hogy itt valami sunyiság van ezen a részen. Tudtam. Mondom, az nem lehet, hogy ide jövünk, van egy láda, amiben nincs semmi, az van egy, még egy láda. El van nyomva, na végre. Ritka, kiváló, szőtt tunika. Na, srácok, megvan a mimik, mert a lúkolás mindjárt. Ja, borzalmasak a mimikek. Uha, nagyon fogyóban a HP poti. Már amúgy egy csomó upgrade-et vettünk fel. Szóval át tudom majd jobb a cuccokba öltözni. Egy kalandor szentélyt találtál. Egy láda, egy lót. Élet és munka a félóriásokkal. Úgy tűnik, ezt a könyvet a szélkőerőd egyik korábbi parancsnoka írta, egy Berix nevű kapitány. Nem értesz mindenben egyet az ő nézőpontjával. Ő azt állítja, a félóriások természetes gondossága ostobaság, és csak a hatalmas erejükért és harcképességükért tudja becsülni őket. A
A könyv nagy része logisztikai dolgokkal foglalkozik. Belix úgy tűnik szakértője volt az ellátmányozás megszervezésének, ami feltétele is volt a félóriás katonák etetésének, és oldalakat áldozott a kovácsok felbérésének történteire, kiknek révén meg tudta szervezni a nagy páncélok és fegyverek elkészítetését és javítását. Ezen fejezetek áttekintése után egy érdekesebbhez is eljutottál. Ez megerősíti egy korábbi gyanúdat. Annak ellenére, hogy lassan gurulnak dűbe, ez a dű pusztító tud lenni. Ez nagy előny a parancsnoknak, aki képes a katonáit a csata előtt kellőképp felharagítani, de egy mérges félóriás minden más alkalommal hatalmas felelősséget jelent. A balesetek megakadályozására figyelmeztesd a katonáidat, hogy legyenek óvatosak. Elandir nevének kiejtésekor a közelükben. Úgy látszik, rendkívül módon gyűlölik ezt a nevet, vagy bármilyen más szót, ami a mitikus agallánokhoz kapcsolódik. Ezt megszokni nehéz lehet a nagyon vallásos katonák számára. Az utóbbi években sok parancsnoknak azt tanácsoltam, hogy a katonák Elandir iránti rajongását Zéria felé irányítsák. Szerencsére a félő óriásoknak úgy látszik, nincsen lebetése a bátor csataúrnő iránti rajongással szemben. Ugyanakkor óvatosan kell kezelni a testüket borító furcsa forradásaikat és tetoválásaik látványát. Azok a lények, akik ilyen cifrán dekorálják magukat, nem szeretnek a jelentésükről beszélni. Szinte szégyellik is őket. Gyakran kérdezgetem a parancsnokságom alatt álló félóriásokat, de az derül ki számomra, hogy a sérüléseik nem csaták, hanem saját kezük által keletkeznek. Úgy tippelnék, hogy ezek egyfajta vallási rituális jelek, de a félóriások nem tűnnek vallásosnak, és nem vettek át más fajoktól szokásokat, az igazság talán sosem fog kiderülni. Tehát gyakorlatilag megsebezték magukat a félóriások. Ne, végre ez egy olyan munka, amit élvezek, meg szeretek csinálni. Erdős részen tekerek át, van, amikor pónit vagy lovat simogatok, minden napra jut valami jóság. ez tök jó. Ez nagyon király, Neumer. És tök jó, hogy sikerült találnod olyan melót, amit így élvezel. Lehet most már képességet váltani. Tacsi! Tacsi, kap már el! Kapta mindenki. Aha, ott fog majd folytatódni a küldénk. Egy szobor. Ó, és a szobor mögött volt egy gomb. Kemény lootok voltak itt, srácok. 5 gold, meg ilyenek. Na várjunk, hogyha itt volt egy ilyen, hogy kisebb mágia képességének, akkor Tuti nem volt más elrejtve? És nem volt elrejtve más, srácok, ez furi. És ez a szobor hogy néz ki? Nézzük csak. Aha. Let's move faster, please. The longer we... Ne okoskodj, hogy gyorsabban mozogja. Aha. Ott is volt egy olyan szobor.
Egy a természet mágia és harc mágia képességekre. Nolan és Kaden közlegényt még meg kell találnunk. Christopher Nolant kell megtalálni. Csacsi nyomod! Csacsi! Azt a de szép volt, csacsi. Gyorsan tauntoltam egyet a tankunkkal. Á, hogy egy harcos bot volt itt. Ebben az a rossz, hogyha a Dungeon Siege 2 crash-el ki, hogy itt nincs olyan mentés, mint az egynél, hogy fogod azt betöltöd, ahol volt a mentés, hanem szépen kezded az elejéről. Hát így meg pláne. Édes jó Istenem. Hát 10 perc vagy 20 perc leves. Igen. Konkrétan onnantól, ahonnan ahonnan nyomtam egy mentést. Ez sajnos borzalmas ebben a játékban. Hogyha itt van egy crash, akkor nem tudjuk ezt úgy megoldani, mint az egynél, hogy nyomogatom folyamatosan a quick save-et. Talán egy olyat megnézünk, talán úgy előrébb lehetnénk, hogyha nyomogatom a mentést. Ctrl-S. Hát azt például nyomogatnom kell, akkor már azzal előrébb vagyunk. A Ctrl-S nyomogatok.
Hát ez nem is 20 perc, ez legalább egy fél óra. Nagyjából egy fél óra. Ment a semmibe. Ez így még szörnyűbb. És egyébként már közel voltunk ahhoz, hogy egy teleportot találjunk. Mondjuk még akkor se lett volna mentés. Ja, hát ez most így hatalmas szívás, hogy most újra meg kell csinálni mindent. Nem értem miért így dolgozták át a... a játékot. Tehát raktak bele játékmentést, de a városból folytatod. Valószínűleg nem kalkuláltak azzal, hogy kikresseled a játék. Vagy nem tudom. Kikressel a játék, akkor ez nagyon béna módszer. Tehát még hogyha mentünk, akkor is a városba kezdünk, és újra vissza kell menni. Tudjátok mi a legjobb? Még Mimiket is újra kell ölni. Na, ezt a... amikor nagyjából itt érkezett meg Doroszló 51-kor. Ja. Egy 20 perc biztos. Sajnos hagytam agyon csapatni a mágusomat, úgyhogy most várunk el. Ez itt elszól az élmény. Ja, csak ott ugye át lehet szaladni az enemin. Tehát a Dark Souls kedvesebb, mondjuk úgy. Dark Souls kedvesebb velem. Hát ebből a crashből az a tanulság, hogy sűrűbben kell nyomni a kontrollást. Szóval a Dungeon Siege copies a Dark Souls-t, igen. Tehát a Dungeon Siege Dark Souls-abb, mint a Dark Souls. És ott egy láda. Ez kemény lót volt, 28, meg 4, meg 3 arany. Jó, igaz, itt még volt 4.
Ott van még egy láda. Ezt észre se vettem eddig. Jó, de így most kapunk 27 aranyat, úgyhogy 15 ezer van. Ez annyira nem lett átgondolva. Látjátok, ott a teleport. Szóval nem lett volna messze a teleport. De a tanulság most már az, hogy első a teleport, minden más másodlagos. Mert hogyha kifagyunk, akkor még mindig tudunk a teleporttal visszamenni. Mint egy előző teleporttól végigfutni mindent. Sajnos. Az a helyzet, hogy amikor ideértünk legutóbb, és bejöttünk erre a placra, kettő vagy három lila cuccot rögtön kaptunk. Kaptunk egy csomó jó cuccot, most meg nem kapunk semmit. You are not a beast. Thank you. Hát nem csak, hogy újra csináljuk, még el is buktok azt a jó lootot, amit kaptunk. Ilyenkor én már azt mondtam, hogy kaptunk egy csomó jó cuccot, szóval a bosstra majd fantasztikus gírbe mehetünk neki. Hát ja, az a fantasztikus gír az most is esett. RNG Jesus ellenünk van. Jó, konkrétan az IAS-unk most azt mondta, hogy hello, világ! Mindjárt kijön a srácok az IAS-unk. Tehát, hogy belement ugye a mimik pofájába az IAS. Gyere! Jó. Ja. Amúgy, hogyha én lennék a mágus, jaj, értem. Mi? Ez, hogy nem rendelkezik elég erővel. Hát akkor ne kasztold el, akkor ezt. Ja, van rajta? Azt hittem, hogy az leesett. Na jó van. Baszki. Így pislog kétszer a akaratod ellenére játszol a játéka. Szeretem a fájistom. Gyere.
csacsi te is. Nem a Saints Row az jó volt, azt tetszett. Tetszett nekem még akkor is, hogyha minden küldetés után újra kellett indítani. Jó volt, vicces volt. Vicces volt, mint a New Tales from Borderlands. Csak a New Tales from the Borderlands az nem bugos. Letankolod, csacsi, letankolod! Ennyi HP-ja maradt? Mindenki letankolja. 1500. Csacsi, gyere, gyere, csacsi, gyere, jó lesz, gyere, 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 mar! Na. Jó, megvárjuk, amíg a csacsi feltölti a HP-ját. Az hagyján, de még set itemünk is esett idefele. Fú, csácok, fú. Mentünk egyet. Matt! Na, mit kapunk ebből a ládából? Legutóbb nem kaptunk semmit. Na hát, most sem kaptunk semmit. Akkor igazából nem változott. Nem változott. Nem is rácok. De ostoba az ilyen, lövi a falat. Na. Innen egy világos kék item esett ebből a szobából. Most mit hozunk innen? Na hát ez legalább maradt. Az a gond, hogy mit csináljak ezzel a jogarral. Ja, 10-17 a sebzés, ennek meg 16-31? Hát akkor ez igazából nem is kérdés. Tehát ez jó volt, srácok. Jó, hogy ide bejöttünk. Ezt a könyvet ugye olvastuk. Szép, srácok! Goblin, úrgoblin. Loot goblin! Na hát, kedves volt velünk a játék, el se hiszem. De jó! De jó, na ez is például újítás az első részhez képest. Ezt a loot goblint ezt itt hozták be. Tehát a Diablo 3 minden lopta. Igen, mentettünk gyorsan. Aha, gyorsan lépjek ki meg vissza mi. Aha. Aha.
nem tudom, nagyon kevés volt a Loot Goblinra a sebzésünk, szerintem nem is lehet amúgy megölni. Ah, tehát négy a végtelen Loot Goblin. Álljunk már. Tettünk egy szobát szerintem. Nem. Na, tehát itt el fogom menni jobbra. Mi volt ez a nyögdécselés? Mi volt ez a nyögdécselés? Na, most ez megvan. Ajjaj, valami ment a böngészőbe a háttérbe. És amikor erre mentünk, akkor crashelt ki a játék. Hoppá, egyedülálló dobófejszel. Na hát ez például egy olyan dolog, ami teljesen haszontalan. Megérte, megérte. Megérte, srácok. Lassan ott vagyunk, ahol crasheltünk, de folyamatosan nyomom a mentést. Na, visszakaptuk az egyedülálló rövid íjat. Na, és már nagyjából be is pótoltuk az elmúlt 20 percet. Szeretnétek ismétlés, srácok? Ha nem láttátok volna, még újra csinálhatjuk. Annyira nem. Zéria cselekedetei. Abban az évben, amikor Azunai megkezdte katonai hadműveleteit Zaramottal szemben, akit a pusztítóként is emlegettek, egy les... Canzából érkező hajadon ereszkedett le az északi dombságból, hogy Azunai oldalán harcoljon. A neve Xeria volt, és a csatákban képességeiről és szerencséjéről egyaránt tanúbizonyságot tett. A róla szóló mesék minden földrészen szájról szájra terjedtek. Azt mondták, hogy minden olyan csata, amelybe belevonta magát, rövidesen az ő szándékai szerint alakult, és ellenfelé úgy döltek el előtte, mint éles kasza előtt a takarmány növény.
és azt is, hogy sok csatát megvívott harcosoknál is bátrabban küzdött. És leginkább, hogy a harcos társai csak úgy emlegették, Széria a vitéz. Széria azonai oldalán harcolt, és együtt mészárolták le Zaramot hadseregét, és a Seck menekült az őrjöngésük elől. A Seck nem bátorsággal vagy tudással nyert a csatát, helyette csalást, sötét varázslatot, hamis gondolatok elmébe ültetését használta. Még a legnagyobb férfiak elmét is megzavarta, így Azunájét is. Szóval Azunáj ma védelmező szerelemre kelt egy déli hajadon, név szerint Vezulia iránt. Gyönyörű volt a férfi szemében, és sok ígéretet tett neki, miket Zaramot legyőzése után teljesíteni akart. És átadta nekik Széria helyét a csatában, az oldalán. Amikor Széria látta, hogy helyét más bitorolja, a szíve megkeményedett. Keményen harcolt abban a reményben, hogy Azunáj elfordul majd Vezuliától, és sokkal több Zaramot követőt ölt meg, mint korábban. De Azunáj nem láthatta tetteit, mivel Vezulia Bűbáj erőt vett rajta, mellyel nem tudott megküzdeni, és így legyőzték, mielőtt győzhetett volna. Szia, Army of Hardcore, szevasztok, srácok. Jól vésett sapka. Ezeket az énekeket úgy eldugják. Ah, ott van. Ott van a csávó. Akivel dumálni kell. Thanks, Syria. I ducked in here. Hálak Szíriának, ide jöttem, hogy túlélőket keresek, de csapdába estem, és túl sokan támadtak rám. Vissza tudnál kísérni az osztagvezetőmhöz? Még mindig a kőtörmelék mellett lehet az úton. Persze. Azért mentettünk egyet gyorsan. Meg most már kettő szintet is léptünk, szóval ki lehetne rakni ezt az ellenállásosdit. A tankoknak a fizikai sebzés ellenállást, vagy a maximális életerőt. Aha. Mana italok. Hát, mit rakjunk? Megidézett lény életereje. Jöhet. Erre is rámentünk egyet. Szevasz Gábor! Bizony-bizony hatalmas nosztalgia. Én már egyszer végigjátszottam, nagyjából 3-4 éve itt streambe, de az a helyzet, hogy akkor nem foglalkoztam annyira a vodokkal, mint mostanában. Mármint, hogy legyenek. Így nincs meg a teljes végigjátszás, és úgy voltam vele, hogy ha már a DS1-esre sikerült befejezni anno, mert crasheltette a streamer gépet, mármint éghaláloztatta, akkor miért is ne játszhatnám végig a teljes szériát. Úgyhogy a DS1-el már megvagyunk, nagyjából 2-3 hete fejeztük be. És szinte rögtön kezdtük a DS2-t, és a 3-mal is tervezek játszani, mert már nem emlékszem, hogy miért voltam úgy azzal, hogy az nem jó. Jól van, mit nézel amúgy istok? Majd, mert hát igazából fel is tartjuk.
majd pár szezonos animéből jött pár rész ma, azt meg a listából így belenézek párba, hogy melyiket nézem még. Aha. Hát jó szórakozást is tudom. Nekem majd a Bleachbe kéne még belekezdeni. Csak előtte meg kéne nézem valami felzárkóztató videót, vagy valami hasonlót, hogy egyébként képbe legyek, hogy mi volt a Bleachből, mert szerintem nem fogom újra nézni. Ne, és itt van egy ajtó, amihez harci mágia kell. Szemétjáték. Ez is egy anima, az akik ez a Chainsaw Man és Spy X Family. Ja, hát oda nem fogunk tudni bemenni. Nos. Ebből mostanában jött és folytatódott. Aha. Mert azt is kéne néznem, csak én még az előző Bleach részeseket néztem. They came out of nowhere and completely overwhelmed. They came out of nowhere and completely overwhelmed us. This. Megmondtam neki, hogy nem fog meghalni. Ajaj, valami... Miért kezdett el haldoklani a csapat? Haldokolni. Ez ekkora csalás már, hogy ezekkel át lehet látni. Kérem a játéktól, hogy mutassa a HP bárokat, az enemy rajta, és így átlátunk a falakon. Ó, tessék. Whoever you are, it's good to see you. Bárki is vagy, örülök, hogy látlak. A társam és én szétváltunk, hogy túlélőket keresünk. Azt hittem, hogy hallok valamit ebben a szobában. De lesből megtámadott valamiféle rettenetes szörnyszerű valami. De ezzel legyőztem, de közben komolyabban megsérültem. Közelebbről megnézve a lény testét. A korábbi társamat láttam meg bennem. Jó, hogy végül találtam egy kísértetet. Az én lennék, ezek szerint. Én a Naruto-nál voltam, úgyhogy elkezdtem olvasni a mangát, de mangát is, amikor már elolvastam. Hát akkor már nem volt semmi. Akkor értett a várakozás. Na hát, ahogy látom, már nem nagyon férnek karaktereink. Azt a csacsi, miket csapsz! Nyomunk egy mentést. Na, a One Piece-t én még nem láttam, és ha jól emlékszem, azt mondták a One Piece-t, hogy ez nem is hosszú. Ez igaz, srácok. Ja, csak ezen rész, akkor az nem az volt. Volt egy anime, amit javasoltatok, és ilyen mondhatni kötelező, és ez nem volt hosszú. Légy színe legyen, Mimi. Köszönöm. Sok olyan van? Már nem emlékszem, hogy melyiket javasoltátok. Hát itt nem lehet semmivel se interaktálni. Ez is ilyen titkos zóna volt.
Hát a Death Note volt az. Na, ezt a részt így kiklíráltuk. És most a kapitányhoz már oda tudunk menni. Az osztagvezető. Köszönöm, hogy megmentetted az embereimet. Na, a legtöbb tartalék felszerelésünk elpusztult vagy elérhetetlen. Ezt a poros kulcsot nemrég egy polcon találtuk. Nem tudom mit nyit, de talán te majd használt veszed. Jó, most egy kis válogatás jön, srácok. Jég ellenállás és ügyesség, ez mehet a csacsinak. Kités és természet... Ja... Én a harmadik oldalra kezdett el pakolni, Max. Oké, az se kell, mert ez is kétkezes. Az jól jöhet az íjászunknak, de nem tudjuk odaadni. Death Note-nál az első évad mestermű? Uh-huh. 18-30. Halál ellenállás, erőpáncél életelő regeneráció, ez menőnek tűnik. De ezek a páncélok nem kellenek, max ez. Ez bűbájalató biztos nem kell, az se kell. Hát ez meg így 6-tól 10-ig. Ez se kell. Az se kell. Dobófegyver szintén nem kell. Természet mágusnak cipelő. Sérülés manává alakítás. Ja, a csacsinak jó gyomra van, mindent megeszik. 12-20. És mit kapunk? HP helyreállítás. Hát akkor sajnos ez is kuka. Harci szekercem. 28-as páncél. Hát ez is kuka. Az is kuka. Lövés harci mágia nem, mert nem húzunk ilyen hibrid klaszt. Halihó, megnéztem végül én is a pipecset, nagyon tetszenek a Shadow Priest-es módosítások. Shadow Priest elnyomul seki. Mocsak. Én még nem tudom eldönteni, hogy mennyire akarok vovozni. Mármint az nem kérdés, hogy akarom húzni a palámat, meg akarok egy draktírt, egy evokárt. De hogy akarok-e mást, az még nem tudom. Shadow Puff voltam én még LK-ba. Nagyon szerettem vele játszani. Én nagyon akarok hozni, de sajnál államcsőd van a zsebemben. 16-25. Gyorsabb támadás. 3-22. Hűsebzés. Ez meg életerő visszaállítás, meg statok. Hát ez túl jó. Ez a holt kegye. 12-es villámellenállás és életerő. Ez jó. Shadowlands alatt az volt a mainem, ott meg egy DH volt. A DH-s dolgokat is megnéztem, de nem vagyok benne
nem vagyok benne most már biztos, hogy azzal akarok majd altozni. A DH nekem egy olyan klassz, amit megjelenésekor megnéztem, és azt mondtam rá, hogy de igazából azért mondtam rá, hogy mert nem sok kedvem volt hozzá. Most meg így szívesen megismerném jobban. A Manna Regent azt eldobjuk. Jégellenállás. Nem. Bár milyen ez a cipő? Villámellenállás. Hát akkor az úgy oda megy. Az is oda megy. Jó, a csacsiba még fér. Meg úgy is majd megeszi. És akarsz egyáltalán altozni, Seki? Jég ellenállás, 21 mana. Az meg halál ellenállás. Nem kell. Az a blokkén végén kezdtem tankozni, és erre nekem a Vengeance DH volt a legjobb. Mert megszerettem a tankolást, és a DH is hozzám lett. Aha. Menő a double jump-ja. Csacsi képességei erősödtek. Most már nem serdülő, hanem fiatal felnőtt. És kapott 29 HP-t, meg 25 ügyességet. Szadján, hogy ez történt, de hogy Csacsi egyébként kinézetben is fejlődött. Ez komoly. Ennyi itemtől nagyon sokat fejlődik a Csacsi. És nem kaptunk plusz egy oldal, de fura. Csacsi hangja triggerelte a kutyádat? Hát kíváncsi leszek, milyen lesz majd altozni. Provokáló idézésem. Egy avalán versikével a mágusa körülötte levő ellenfeleket képes úgy provokálni, hogy azok a dühüket a mágus által idézett lényen töltsék ki. Miután egyszer provokálták, a szörnyek nem mindig reagálnak az újabb próbálkozásra. Igen, a fiatal felnőtt lett. You've done a great favor. Jó. Valahogy ki kéne szedni. Gyanítom, nevetni jöttél rajtam. Nagy tréfa. Látni az izmos fél óriást egy lyukban, rekedben. Nevetni? Nem. Én Sotiris vagyok. Mit művelsz odalem? Dathri kapitány úgy tűnik, azt gondolja, hogy a nagy erős markom a víznak is nyaka köré fonnám. Csak nevetek rajta. Haha. Nem tűnsz olyan veszélyesnek számomra. Beszélek a katonákkal, és meglátjuk, meg tudom meggyőzni őket, hogy engedjenek ki, miután a szélkő erőd biztosítva lett. Nem szeretnék egy lyukba rekedve lenni, mint Sartan bajtás. Ismeritek egymást? Persze, minden fél óriás ismeri egymást, és mindegyik ismeri a titkos készfogást is. Csak kérdeztem. A dolgunk van. Titkos készfogás, srácok. Oké, már csak egy mellékküldetés hiányzik. A sivatag? Akkor van fegyvered? Ki vagy te? Sotiris vagyok, és egyenesen az uniták elveszett barlangjából jövök, ami már nem elveszett többé. Dicsőség, sose hittem volna, hogy valaki sikerrel járhat. A fegyver? Hadd nézem. A régiség, ami nálam van, még nem használható. Előbb meg kell találnom az unita termet valahol ebben az erődben. Egy termet? Akkor a nyugati szájban lévő zárt termek egyikére gondolhatsz. De Vandisza közelben van, és ez a hely fertőzéssel van teli? Esélye sincs, hogy bejuss oda. Meg fogom találni a módját. De kész hős vagy őrült. Ez furán hangzik magyarul. De az embereim gyorsan hullanak, így nincs más választásom, mint bíznom benned.
A terem két kulcssal van zárva, mint az első, a hadagyomnál van a második kulcs. De őt már órák óta nem láttam. A legrosszabbtól tartok. Meg tudod találni őt és megszerezed a kulcsát, akkor ki tudod majd nyitni a termet és ezúttal a fegyvert is. Mert tudom, hogy ott legyen. Valdiszt meg kell állítani. Köszönöm, nem fogok elbukni. Egyébként várom már, hogy legközelebb is vovozzunk, csak hogy hozzászokjak a Dragonflight-os talentes újításokhoz. They think that sinking me in this pit will protect them. Igazából nyelvtanilag helyes, csak egy vesző jelzik, mert a te kész hős vagy, őrült vagy, hülye hangzott volna. Te kész hős vagy, őrült vagy. Hát nem tudom, én ezt inkább valahogy úgy tudnám elképzelni, hogy őrült vagy, vagy inkább hős, és akkor lehet, hogy nem tükörfordításba lett volna a szöveg, de talán ez így jobban veszi ki magát, mondjuk most már tök mindegy így 20 évvel a fordítás után. De kész hős, vagy őrült vagy? Ja, hogy oda? Hát nem tudom, nekem ez nem hangzik jól, de ez lehet, hogy csak az én fülemet bántja. De majd a holiparára az helyzet. A holipala még mindig különleges. Nagyon kell figyelned arra, hogy hogyan tartod a távolságot. Nem egy egyszerű spec szerintem a holipalázás. De legalább kapott kombatrest. És nem csak a holipala, hanem maga a paladin. Azek tök jó. Nagyon király, hogy már a paladinoknak is van kombatressen. Igaz, meglepődtem, hogy nem manából tolom, de hát nem is az a resource-om. Hozunk egyet. Biztos alapom. És akkor kell zöld. Jaja, hát már a vége felé járunk. Jaja. Ebből eleve is kettő kell, szóval hozunk hármat. Mi? Át is rakta? Azt a provokációt. Ha ide már a pirosok kellene. Ajaj, srácok, ott van. 100-as szintű, tehát fixen nem lehet megölni. Basszus, milyen későn vettem észre. Megint volt egy goblinunk, és én lemaradtam róla.
24-es cuccokat dobál, tehát ami 24-es cuccot dobál, az a, mert hogy a 24-es cuccok, azok valószínűleg akkor a goblintól lesznek. 27-45, nem. Arci mágia. Várj csak. Pajs. Arci mágia. Milyen jó, hogy ezt kap. Na. Tehát a két kulcs. Kaptunk két kulcsot. Csont szolga. Az hagyján, srácok, hogy találtunk egy goblint, de hogy találtunk egy 19-es ellenséget, aminek 10.000 HP-ja van. Tudom, mit fog dobni. Az igen, milyen lassítást rakott a karakteremre, az íjászomra. Mandragóra gyökér. Háromszor nyomtuk rá? Csak kétszer. Bizony ebben az irányba sincs semmi. Húha, meghalt a másik karakterem is. Látszok, meghal a csacsink is. Hadd jöjjenek a mimikek, inasba rakjuk őket. Az ott majdnem elbújt. Meg az a polc is majdnem elbújt, srácok. Az a csonti, azt nem vágom, hogy az mi volt. Az a csonti olyan lehetett, mint a goblin. Vagy ilyen random. Aktivált azonáj régiség. A szóbeszéd szerint ez a régiség immáron aktiválva elég erős ahhoz, hogy az egész szélkő erődöt porig rombolja. Jó. Jó, mehetünk tovább. A Dust Key és a kar aktiválódott. Még kell lila.
Hát arra nem gondoltam, hogy négy lila kell. Azért egy plusz egyet viszek mindenből. Nem is tudom, még egy ilyen két és fél éve gondolkodtam ezen, hogy 3 éve a Stream Raiders-en, ami amúgy tök király játszi, de nekem így az így nagyon ki zökkenten a game-ből. Így utólag átgondolva, de két és fél éve szerintem perget volna a streamek alatt. A Stream Raider. Stream Raiders. Akkor tetszett nagyon. De hát végül nem próbáltuk ki. De amúgy hát ilyen multi gémek közben simán. Hogyha egyedül játszok, akkor simán elképzelhetőnek tartom, hogy akkor mehetne, de így mostanában nem. Story gémeknél is, ahogy mondod, ott egyáltalán nem. A pajzsra! Ez az a fegyver! Igen, kapitány, ez a tűzetény megteszi a dolgát. Szép munka, idegen, végül sikerrel járhatunk. Széria biztos olyan örül majd, hogy számos ellenfelünk elbukik a templomában. Igazad van, a hadnagyodat illetően. Egy szörnyetegé vált és kénytelen voltam megölni. Bocsáss meg! Igen, most mit tehetnek egyedül az embereim ilyen láthatatlan ellenséggel szemben? Legalább volt annyi időnk, hogy bezárjuk Sartán. Határtalan rajongása a szellemek iránt azt sugalja nekem, hogy már ő is fertőzött. Az utolsó dolog, amit szeretnénk, egy szabadon kószáló őrült félóriás. Szellemek? Azt mondod? A legjobb, ha legalább egy testhossznyi távolságban vagy tőle, meglepődnél, hogy milyen messzire elér. Dutri, kapitány uram, a robbanó töltetek a helyükön. Reméljük, hogy Valdis még ott van. A gyutacsok égnek, fedezékben. Bám! Ugye ez az, amit lerombolt Valdis sötét varázslója. Lép be Zéri a templomába. Annak a Sartán szerzetnek a kiáltozása egyszerűen megőrít, azt kívánom, bár elvitte volna már a járvány. Ha meg lenne fertőződve, akkor te már halott lennél. Emellett én védett vagyok, és talán tehetek valamit értem. Rendben, Sotiris, ki fogom engedni, de ha csak rám mer pislogni, a nyílam a szemében végzi. Szia, Misi! You have my thanks. Fogad hálámat, hogy kiengedtél abból a bűzlő lyukból. Tiszteletem miatt van kezeltél. Segítek neked, ha kedveled egy megbolondult félóriás társaságát. Ütés 19. Még egy harcos nem kell. Nem! Valahogy zavartnak tűnsz a számomra. Talán keresned kellene egy fogadót, és meginnod egy jó kupa sört? Vagy a te esetben egy... esetetben egy vödörnyit. Rendben, akkor keresek magamnak egy lakályos fogadót és egy hordónyi sört. Ugye így a kocsmában majd őt föl lehet bérelni később, ha akarjuk.
Próbálj meg valahogy eljutni a templomhoz. Megteszünk mindent, amit csak tudunk, hogy feltartsuk ezt a démoni vadékot. Hogy mit kell még elnyomnom? Na végre. Mondjuk egy ember talált el az AOE képességem, szóval... Ez most nem jött össze. Nem voltak meg a képességeink, nem voltak aktívak. Lehetett volna itt nagyot darálni, de ez nem nézett jól. Egy emberes AOE nagyot ment, ugye? Mustassak még ilyeneket, Polix. Do not leave me. Szotiris, ne hagyj itt. Nem foglak. I am frightened. Meg vagyok rémülve. Itt vagyok melletted, Tár. I am ashamed. Szégyellem be valami, hogy félek, afraid, de igen, nem akarok meghalni. Nem fogsz meghalni, ha csak én nem halok meg előtted. Ezt vedd ígéretnek. Tár a healerünk, ugye? Na és most már... belépünk a templomba, akkor már az új küldetés megy. Aha. Szóval sebeztünk. Aha, most jön az Éria temploma. Tisztítsd meg az Éria templomát. Ó, ez a mentés, ez így megy, mert az előző kifagyás az mély nyomot hagyott bennem. Mizukonix? Milyen az új Windows-ot? Amit a hétvégén telepítettél újra. Mármint, hogy nem most hétvégén. Jó lett volna egy taunt, ugye? Nagyon jó. Hát akkor megértem. Akkor megértem. Ha megmondtad neki, hogy kapcsoljon ki, és mire hazajöttem itt át, hogy ő amúgy csak újraindult. Hát figyelj, igazából nem itt állt, hogy ő csak újraindult, hanem bekapcsolt, mire hazaértél. Ő csak neked akart jót, hogy ő már működött, mire te hazaértél. Nézd a jó oldalát. Ez egy nagyon érdekes szoba, itt nem volt semmi. Bíbor halál kocka. Hát ezt most itt hagyjuk. Kencsolok, hogy ezt lehet-e még valamihez használni. Ha már feature, pont ma reggel mutattam a srácoknak menő Windows 11-es feature-t, hogy most már lehet tabokat nyitni az intézőben. Bizony. Jújúj. A varázslókat nem szeretjük errefelé. Ugye, mekkora feature? Sikerült megcsinálom a régió váltást, a Blizzard szopadászóval tudom majd tergetni a kodot.
Mert mi volt a gond? Régiót váltani annyi elvileg, hogy... Hogy így a kliensbe így átváltott fölül, nem? Hogy ez most más? Ritka, kiváló levélkesztyű. Mert indom volt a régióm, és nem bírtam a telefont hozzácsatolni a telefonhoz, mert az előhívó nem OK volt, hanem... Ó. Á, értem. Itt van egy kapu, ami még most le van zárva. És kell a kodhoz a telefonszám? Az Ovi Halloween event jól sikerült? Én nem tudom, azt olvastam, hogy a játékosok nincsenek megelégedve bele. De hogy mivel nincsenek, azt nem tudom. Mármint, hogy pontosabban. Hogy elvileg kell majd. Ja, értem. Ez gond. Találd meg a szilánkot! Valdis és Ark mágusa belépett a szélkőerőt szívében lévő Zeria templomba. Reméljük, hogy az azonita régiség valóban olyan erős, mint állítják, mert minden erődre szükség lesz, hogy segítess megmenteni a szélkőerődöt. Találd meg a szilánkot! Az erődöt elárasztó fertőzött katonákkal elbántál, de a hely még nem biztonságos. Keresd meg a szilánkot, amiből a szilánk lelkek jönnek. Nem tudom, mennyire követed az OV2-t offstream. Az egyet, hogy semennyire, csak egy cikk szembe jött velem. A hétvégén is, és azt láttam. Azt láttam, hogy a játékosok nem örültek. Olyan patch, 300 pluszos sorok, szállalmas létenszik, és velem hívó szerverek. Titkos területre bukkantál. Ez a Zeria templomának titkai. Fejezd be a Zeria templom felfedezését. Na hát egy kis chill, srácok, még mielőtt... Még mielőtt itt nagy boss fightok lennének. Nekem tetszik, bár lényeg... Bár tényleg nem a világra jönöm beváltja. Én arra emlékszem, hogy az első Overwatch-os Halloween event az nekem nagyon tetszett, nagyon jók voltak a színek, de hogy miért tetszett pontosan már, az nem rémlik. Csak az, hogy tetszett, mert tök jó színeket nyitottam. Valószínűleg. Szia, Fredrog, mi újság? Ez valami kirakós, igen, nagyon sok ilyen puzzle van ebbe a gamebe, és emiatt is szívlelem. Kell piros. Szopornica volt? Na basszus. Ezek szerint már akkor túl vagy a... nehezén. Hát akkor hármat veszünk fel, és akkor még veszünk fel zöldet. Mert nem tudom betenni. És a kampány már végignyomtad Konix-a? Kodból? Vagy az annyira nem izgatott téged? Azta!
Srácok, ez egy titkos szoba volt, amiben voltak ilyen gömbök, ami nyilván kötelező, de volt egy láda is, amiben nem volt semmi. Ja, azt hittem előrendeltem. Ez piros vagy lila? Piros. Csillesen, realizmben kipergetem, mikor már megint nincs életkedvem. Csillesen, realizmben. Uh-huh. Igen, igen, ezt a két szót én is így egymás után szoktam használni. Betettünk mindent mindenhova. Jó, sikerült. És meg kidobálhatjuk ezeket az őrült izéket. Mondjuk tartsuk meg. Hát lehet, hogy kell majd egyszer. Mármint, hogy kíváncsi vagyok, hogy lehet-e majd ezeket használni egyszer. Mármint tudom, hogy vannak még ilyen puzzle-ök, és kíváncsi vagyok, hogy oda ezeket lehet-e használni. Tér vissza az összes kocsma töltelékhez Eirulan város fogadójában. Az őszülő kocsma töltelékek szívesen... Micsoda? Az őszülő kocsma töltelék szívesen hallana a Széria templombeli felfedezéseidről. Ez megnyugtatná a zaklatott elméjét. Hát ezt mindjárt akkor megcsináljuk. Zaklatott kocsma töltelék. Na nézzük. Itt még... Tudunk menni, ha minden igaz. Légiók háborúja. A Csillagbirodalom utolsó uralkodójának, harmadik Veranszk császárnak az uralma sötét korszak volt. Erre az időre esett Zaramot a pusztító tevékenysége is. Amikor megkezdte erejének összegyűjtését a keleten, és az ősi agallánok és Utgárdok közötti háborúba Aranna minden népének serege belebonyolódott. Utgárdok, ez ilyen vovos. A vovosok innen lopták az Utgárdot, tuti. A császár maga gyermektelen volt, és sokan akartak örökösévé válni. Mind meglepődtek, amikor Zaramotot választotta. Még csak nem is ember volt, hogy halála után örökölje a koronát. A döntését követő hetet már nem is élte meg. A császár 13 mesés légiója üdvrivalgással köszöntette az új császárt, mivel Zaramot mindig is hatalmas, győzedelmes parancsnok volt, és brutális az ellenfeleivel szemben. De egy légió úgy döntött, hogy elhagyja a császár seregét és nyugatra menekül. Az elvezett 10. légió történetét a mai napig emlegetik. A 13 harcezett légió majdnem teljesen megállíthatatlanná tette Zaramotot, az egyetlen fenyegetés, ami szembeszállt velem, az a galánoké volt, fajának ősi ellensége. De Zaramot nem törődött a régi civakodással. Ő csak egész Aranna uralmára törekedett. Így hát előnyös alkut ajánlott az a galánoknak. Elandir, az első és az a galánok vezére, beleegyezett abba, hogy kivezeti népét Aranából, és nem vesz részt annak ügyeiben. Hogy mi volt az ügyletben, Zaramot része... hogy mi volt az ügyletemen Zaramot része, senki sem tudja. De az ősi háború az óriásokkal végül is véget ért. Közben a légiók háborúja úgy szóródott szét, mint egy járvány. Az egész vidéket vérrel áztatva. Senki sem volt semleges, azok, akik barmokként vezetésre vágytak, egész Aranát zsarnokság uralma alá vetni. Azok, akik barmokként vezetésre vágytak, egész Aranel zsarnokság uralma alá vetni, és a mágiát törvénytelenné tenni, a pusztító seregéhez csatlakoztak. Azok, akik szabadságra vágytak, ellenálltak neki. De az ellenállásuk nem volt esélyes, mindaddig, míg Azunáj a védelmező fel nem bokkant, és Aranel népét a győzelem és szabadság felé vezette. Nehéz szó. Nem a szóval volt gond, hanem a hangsúlyozással, mert nem értettem, hogy mi van. Azért olvastam el még egyszer.
Ez itt ennyi. Ez itt ennyi lenne. Olyan nehezen hiszem. Ez itt tuti nem ennyi. Széria halála. Amikor Széria a vitéz látta, hogy az unája reménytelenül megrészegült Vezúlia hajadon miatt, tudta, hogy a férfi hamarosan elbukik a Seck előtt, mivel ereje meggyengült. Ezért egy kis csapattal az ellenség táborához osont, abban a reményben, hogy megöli a vezéreiket az éleple alatt és biztosítja az unáj szerencséjét a rájuk váró következő csatában. De amikor oda osont Zaramot legerősebb mágusainak sátrához, jalgatta, amint egymásnak dicsekednek hőstetteikkel. Egyikük azt állította, hogy elbájolta a Veransk uralkodót, és immáron azt hiszi, Zaramot az örököse, ami biztosítja, hogy a csillagok trónja a pusztítót illeti majd az uralkodó halála után. Egy másik azt állította, hogy ugyanennek az uralkodónak a halálát okozta egy kágyi mérges kígyóval, miközben a férfi azt hitte, Szamártejben fürdik. De az utolsó mágus felnevetett és azt mondta, kevés furfang szükséges egy elme, gyenge elme meghajlításához, azonban én egy egész sereget bűbájoltam el, hogy azt higgye, hogy a saját testvérem Tog, az orgyilkos egy csinos hajadon, és magát azonáit is elkábítottam, hogy szerelmes legyen belé. És ekkor mindegyik mágus olyan hangosan felnevetett, hogy az egész sátor beleremegett, de Széria a dühtől reszketett az árnyékban, jelzett az egyik harcosának és megmondta neki, hogy innen a Seck táborból egyenesen azonáj elébe és mondja meg neki, hogy a Seck mágusok miben mesterkedtek eddig. De Széria maga hátra maradt és a hajnal első sugarában kirántotta a kardját és berohant a nagy mágusok sátrába. Azt mondják, hogy a Seck hiászok teletöltötték a testét nyilakkal. A mágusok jéggel és tűzzel árasztották el, de ő tovább küzdött. Bátorságának tűze tartotta életben, mikor már a szíve szinte megállt, és vére úgy folyt a testéből akár a víz. Életben tartotta, míg meg nem ölt minden mágust a sátorban. Amikor az életüknek vége lett, a varázslataik is elmúltak, azonáj annak látta Vezúliát, azaz Togot, ami, és így megölte azt. Így Széria megmentett minden férfit Zaramot zsarnokságától. Azonáj egy emlékművet állítatott a lány tetteinek elbeszélésére, hogy minden férfi ismeri áldozatát. És ettől a naptól férfiak imádkoznak, hogy a lány szerencséje áldja meg őket is a csatában, és az ő bátorsága vezesse őket mindenben. Hoppácska! Na basszus. Ez nem hangzik jól. Még levelező klienst is kellett váltanatok. Hú, bakker. Az azért nem egy egyszerű művelet. Micsoda történetek vannak itt, tehát én nem is tudtam ilyeneket Zériáról. Szakadt levél zeke. Na ez itt már a vég. Ez itt már a vég. A vég kezdete. Mindjárt jön az aktus fő ellensége. Úgyhogy gyorsan még erre elnézünk. Mert vissza már csak akkor jövünk, amikor a szellemet fogjuk megkeresni. Mert ő is egyébként erre van. Ha minden igaz, itt nyílik egy átjáró, amivel följebb tudunk menni. És akkor ott lesz a szellem. Erre az ajtóra meg már nem emlékszem, hogy hova vezet. Ó! A földbarlang. Ez is fontos lesz majd a későbbiekben, de már nem emlékszem, hogy miért. Ha ti esetleg emlékeztek, nyugodtan elmondhatjátok. Mert ez már nem az első barlang, amit így megtalálok. A gombakörökhöz van köze? Ha.
nem ez szerintem egy harmadik dolog. Vannak szellemek, gombakörök, meg ezek az ilyen csendes barlangok. Bár lehet amúgy, hogy a gombakörök az van között. De az biztos, hogy a szellemekhez kell ez a kántálós szentély. Na nézzük! Nézzük, srácok. Szerintem az is küldetés, mert hogy ezek a barlangok is küldetéshez vannak. 50. Na nézzük. Most át kell válogatnunk a cuccokat. Így van, gear check, jól mondod. Harci mágia, na sajnos az kuka. Az is kuka. Itt valószínűleg minden kuka. A szentélyek a szellemekhez kellenek, így van. HP potit kell vennünk, ez egyszer biztos. Lövésképesség, pajzs 28, az is 28. 2 páncél, 3 páncél, lövés és jégellenállás, az meg halálellenállás. 30-as a páncél, 10 a tűzellenállásra, az meg lövésellenállásos is. 10% tűzellenállás, 13 mana. Lehet ezeket érdemes lenne megtartanunk, nem tudom. Azt mondja 14-25, oké, kuka. Az nem is kérdés, hogy kuka. Halálellenállás. Életerő regeneráció 4%, az jégellenállás, az meg jég és tűz. Hát akkor ezt lecseréljük. Üvölt a tévével a kutya. Ó, 24% villám ellenállás. Mana regeneráció. Egy páncél. Hát ez jobb. És ez? 10 villám, 10 tűzellenállás, hát akkor ez kuka. Mi van még itt? Aha. Na, hát akkor ez is kuka. Az is kuka. Mindjárt beindul amúgy a pénzgyár, srácok. Mert a csacsi maxos lett. 6 STR, 26 ügyesség, fiatal felnőtt és érett. Ez a lény már kifejlett példány, nem lehet tovább erősíteni. Ész. A sirály hangok is idegesítik a kutyust. Jégellenállás. Ha azon meg halálellenállás van, hát a peszkupa. Na jó. Rendet rakunk, és akkor veszünk potikat. Ezt csak úgy a teszt miatt meghagytam.
Hoppácska. Egy lila tárgyat találtunk. Természetmágusnak. Egy intelligencia. 4% mana regeneráció és 10% ellenállás. Jó. The Death Stranding Else? Hú, az jó game. Jó szórakozást hozzá. Én azt még PS4-en nyomtam végig. Sajnos csak azon. Kalácskát azt triggereli, hogyha a TikTokon van egy videó, hogy ezzel csaldod a magadhoz a macskádat, és ilyen fiatal cica hangok. Jaja, itt még nincsen tárgyidentifájolás. Amint hogy ebbe a gameben. Aha, azt be kell raknunk, mert mágikus tárgytalálás. Az így jól jön. Ezeket a kis manapotikat, ezeket eldobom. Az 1400, az 500. Szinte ennyi mana nem fog kelleni. Sirály hangokkal szoktam szívani, de amit nagyon utál, az a gumicsirke sípoló hangja. Jaj, ez jó. Az jó. Csak aha, ilyenünk már van. Ez pedig a lélekölelés, immunitás az átkokra, illetve plusz ellenállás. Hát, szerintem vennünk kéne egy jobb varázslatot. Greetings, friend! Már ha tudunk, persze. Valami híre gondoltam. Értem. Akkor mindegy. Akkor mindegy. Hetvenöt életet tölt vissza, az nagyon gyengusz. Az mi lenne? Gyógyvízzel kúrál. Na szóval, Oti. Ezt a gyökeret kitesszük onnan. Na nézzük, srácok! Egyszer élünk. Ez kemény lesz. Ez kemény lesz. Ez kemény lesz. Azok nem tudom, mitől törtek szét. A csacsitól? A csacsi mit tud, hogy széttörte automatán? Nem tudom, mit tud a csacsi. Hát... Bízol bennem? Hát én is bízom magamban. A tankunk nem lett elég tank. A templom udvara. Na. Például a tankolós tudsz. Az óriás Trilisk
8500, 1300 és 700. 7000. Van itt egy olyan, hogy Malac, Vitalus és Brune. Miért ment oda a mágus? Hogy miért ment oda a mágus alá? Aha, és különféle támadásokat nyomnak alánk. Na! Tehát itt ő folyamatosan halálba tartja a karaktereimet. Jó. Tehát itt már egyelőre még nem kell, srácok. Te szemét, hát ő az, aki heal-el. A 13000 HP-s. Reméljük még le tudom ütni, mielőtt rányomna még egy kilt. Meg kell, hogy mondjam, jobb, mint amire emlékeztem. Valamiért nehezebb fájtra emlékeztem.
Akkor jó. Én arra emlékszem, hogy anno sokkal többet szívtam ezzel a fájtal, mint most. Most gyakorlatilag meghaltak a range karaktereim, mert hát rosszul irányítottam őket. Az nagyon kemény volt látni, hogy a csacsi, az konkrétan gond nélkül végtank voltam. Csak annyit akartam mondani, hogy az oltár mögött, középen védve vagy mindentől. Wow! A Nexus drága kövei, a tűzékszer, az már sajnos megvan. De nézd meg, a kis izé minion szétcsapta a követ. Miközben én itt nézegetem az itemeket. Zéria szemére, mi volt ez? Egy iszonyú undormány jött ki abból a tüskéből. Hihetetlen. Honnan jöhetett egy ilyen valami? Ez Valdis és az ő sötét varázslóinak gonosz műve. És mik ezek? Biztos, hogy itt nem találkoztál még ilyenekkel. Vagy különben nem beszélgethetnénk. Ezen a portálon keresztül kellett jöjjenek. Meg tudtátok ölni a lényeket odakint? Igen, amennyiben akarod, felkíséretünk téged. Talán még időben elkaphatjuk Valdist. Szóval most már az északi vidék királyságának földjére lépett? Igen, attól tartok. Hova vezet az északi királyságban ez a portál? Egy elfvárosban, amelynek neve Amanlu. Micsoda? Amanlu? Jól vagy? Úgy nézel ki, mint a szellemet láttál volna. Végül is hazajutok, de miért? Kétkezes fegyver. Jaja, Amanlu. Mit ad ez nekünk? Tűzellenállást, meg mágikus tárgytalálás versét. Na. Hogy micsoda? Akkor arról jött nekem értesítés? You know why I have come. Ez szomorú, srác. I cannot give you the Aegis. I will find it, with or without your help. But it is our sacred charge. The Aegis is my destiny. And the blood of Amanlu is on your hands. Tehát, Witcher egy remake. Sajnálom, srácok, itt a cinematikok valószínűleg a magyarítás miatt bebagolnak. Én meg már azt hittem, hogy ez a Next Gen Witcher 3-ról lesz szó. Köszi a linket. Volt WoW beta teszt? Hát, nekem sajnos nincsen bétám, de megnéztük a pre-patchet, ami ma jelent meg, vagy tegnap este. És azt tetszett. Sotiris, visszatértél, mondja Alven, íjászőr. Ista urára, Alven, mit művelt Valdis a városunkkal? Valamit keresett, és amikor nem talált, a dühös lett. Alig élhették túl sokan. De te itt vagy? Hallottuk, hogy te és Drevin Valdis élgárdájához csatlakoztatok, és a Greilin part ostomára lettetek küldve. Igen, a csata a parton véres dolog volt, de most itt vagyok. Már régóta próbáltam hazajutni. Azt hiszem, elkéstem, hogy megvédjem a malut. Celebhel nagyon fog örülni a segítségednek. Az Altorán teremben van, mióta Valdis szönkretett minket. Bocsáss meg, segítenem kell a sérülteken. Jó, hogy itthon vagy. A szülővárosod egy pusztító támadást szenvedett el. Tudd meg, hogy mi történt?
Celephel a Mallow legidősebb és a világ minden táján ismert a bölcsességéről, jó indulatáról. Ha bármi értelmes jelentést tudna adni arról, hogy mi történt a Mallowban, az csak ő lehet. Keresd meg Celephelt az Altorn teremben. Jó. Kérdezelem, hogy számos túlzó történetet hallottál az utazása során? Igen, ez nem szokatlan. Én elég sok őrült dologról hallottam, mert egy csodálatra méltó, hogy az emberek miket nem mesélnek. Oké. Okay. Az volt a válasz a... Witcher 3 Next Gen-ről, hogy Soon. Helyes. Helyes. Welcome, friend. The Guild of Death keeps watch over all who pass. Ha ő itt feltámasztó lenne. Azt akarom megnézni, hogy van-e még valami küldi, amit... Hanyasok vagyunk? 22. Ja, akkor még nem tudunk visszamenni. Megcsinálni a másodlagos küldetéseket. Vigyél Lelaninak egy emléket a Mallowból. Na hát ezt például most meg fogjuk tudni majd csinálni. A családi erekje pedig... Aha, azt is majd... Ne, szegény, hát ő is átlátszó. Szegény féloriás, és az hagyján, hogy átlátszó, de azt hittem, hogy még a feje is átlátszó, de nem, ott csak egy szösz volt rajta. Na nézzük. A Turmanar és a következményem. A Turmanar és a következményem. Azok számára, akik nem ismerik Zaramot, a pusztító életét és munkásságát, annak Esilina az éberi írását ajánlom. Anna... Ő sokkal jobban átlátja az utolsó csillag uralkodó életét, mint én. Ez a műakard és a pajzs összecsapása után közvetlenül következő eseményeket dolgozza fel. Azokat a pillanatokat, amikor a másodkor kezdődött. Egy dolgot azoknak, akik a Turmanart tanulmányozzák, észbe kell tartaniuk. A két harcos fegyvere több volt egyszerű kardnál és pajzsnál. Mindegyik egy nagyszerű faj mesterműve volt. Zaramot kardja volt az utolsó, amit az útgárdok, az északi óriások kovácsoltak. Az Unai pajzsa másrészt a legutolsó ismert munkája a mesés Akallán kovácsoknak, és a legerősebb, ami valaha is elhagyta a műhelyüket. Az elkészítése volt az utolsó munkájuk még azelőtt, hogy a keleti hegyek közé menekültek, és örökre letették volna szerszámaikat. Lehetetlen felfogni a két tárgyban rejlő hatalmas erők mienségét. Mindegyik a valaha volt legnagyszerűbbnek készült, és bár a pajzs darabokra tört a karnak köszönhetően, közismert, hogy mégis ő volt az erősebb. Mérhetetlen energia szabadult fel találkozásukkal, és nyilvánvaló, hogy erejük abban a pillanatban kiegyenlítődött. Amikor Zaramot eltörte kardját az Unai pajzsán, egy erő hullám indult útnak. A föld manája áradt ki a széttört pajzsból, és rögvest lecsapott mindkét seregre, elpusztítva azokat. Az erő hullám végig söpört a szárazföldön, megperzselve és kopáron hagyva azt. Csak Vailutra erdeje élte túl a pusztítást, mert a bölcsek jósai előre figyelmeztettek a hullám közelettére, és meg tudták erősíteni a lakhelyüket védő pajzsot. A Turamanárt követő hónapokban sok arannai lakos hunyt el a kevés élelem miatt. A kevés ember, aki túlélte a dolgot, a távoli északra vagy nyugatra menekült. Néhányan a Mannuban leltek menedéket, és a bölcsek könyörületességéből egy ideig ott is maradhattak. Az emberek ezt elfeledték, de mi nem. Sok minden megváltozott, amikor a kard és a pajta találkozott egymással. De a legfontosabb mindezek közül, hogy Zaramot és serege teljesen megsemmisült, és Aranna népe egyszer és mindenkorra felszabadult. Itt van pár quest, ami csak akkor állókolódik, ha bizonyos csapattárs veled van. Ja, talán, ha minden igaz, akkor ez igaz erre a pontra is. Méghozzá van egy barlang, amin átküldött minket az a mágus csóka, és ott valami F betűs társ kell. Úgyhogy, ja, igen. Néha majd el kell bocsájtani az emberünket, aztán újra felfogadni. Ezt nem tudom, lehet ezt majd a végén csinálom meg. Ezeket a küldiket, amihez el kell bocsájtani az embereimet. Na nézzük! Itt van Bidelia, a krónikás, és Vetril őrparancsnok, valamint Celephel.
Sotiris, visszatértél. Nem semmi hazatérés, igaz? Gyermekem. A fiatal Drevin, ő is visszatért? Drevin halott, a vére Valdis kezén szárad. Sokan gyanítottuk, az elf szív szerfelett érzékeny. Rendesen meg lesz gyászolva. Ez a szövetségesek pokoli játszmája. Egy félrelépés rettenetes kegyetlenségeket okozhat. Igen, én. Látom, Valdis itt járt. Miért tette ezt velünk? Még sohasem támogattuk. Még ha sosem támogattuk is az ügyét, sokunk harcolt a seregében. Megváltoztak az idők, gyermekem. Túl sokáig voltál távol ahhoz, hogy ezt tisztán láthass, de szerepünk ebben a háborúban meggyengült. Ajdan Valdis a tanácsainkat kérte, most már túl messzire ment. A kard ereje felemésztette őt, testben és lélekben egyaránt. A kötelék megszakadt, az elfek íja soha többé nem lesz egy őrült szolgája. Milyen oka lehetett, hogy ekkora pusztítást vigyen végbe nálunk? Valdis most nem hallgat a józan eszére, igényt tartott az általunk őrzött erekére, amit nemzedékek óta őrzünk a szentélyünkben. Még ha udvariasan is beszélt, nem adtam volna neki. Mégis nem fontos, mivel a hercegnő jött, és már el is vitte. Maga Evangeline hercegnő járt itt? A szentély az otthonod alatt van? De én azt hittem, hogy az a hely nem más, mint a régmúltkorok jelentéktelen tréfája. Valóban, gyermekem, néhány nappal kerültet csak előtt. Egy értékes relikvia volt, sokkal értékesebb, mint Valdis minden aranya a templomában. Most, hogy elvitték, imádom neked, hogy az a tárgy maga volt a halál védelmezője. Itt a városomban. Szóval hallottál a régiségről? Igen, hallottam valamiről, amit így neveztek. A védelmezők nagy hatalmú tárgyak. A hercegnő azzal állt elénk, hogy adjuk át neki azt, ami nálunk van, hogy elvihesse azt a hócsermely kikötő biztonságába. Oda, ahol a Valdis seregeivel szembeni legnagyobb ellenálló harc zajlik. A védelmezővel elég erősek lehetnek, hogy megsemmisítsék a támadó seregeket. Nem tagadhattam meg tőle ezt a lehetőséget. Értem, odaadtad neki, de milyen áron? A város vételenül hagytad Valdis haragjának kiszolgáltatva. Sokkal több forog kockán ebben a háborúban, mint egy apró város biztonsága. A hercegnő és a király gárdája 3 nappal ezelőtt vitte magával a védelmezőt. Isten úr, segíts! Mi fogja visszatartani Valdis a karaván kifosztásától? Biztonságban van. Mostanra. A tartózkodási helye olyannyira el van rejtve, hogy még Amren sem lenne képes se rálelni, és míg Valdis az erőt felé tart, nem fogja ugyanazt az utat választani. Ő felsége a régi úton akart menni át az erdőn, mégis félek a védelmező nem sokára sebezhetővé válik. Valdis nem szerezheti meg, a karaván után megyek, és biztosítom, hogy épségben eléri a hócsermely kikötőt. Több már nem kizárólag a saját magadra gondolsz, értem. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy többé már nem kizárólag saját magadra gondolsz, értem. Büszke vagyok rád, Sotiris. Úgy látszik, nem csak ez a hely ment át változásokon. Melyik utat választotta a hercegnő, azonnal a nyomába eredek. Útjuk délre, a hídon keresztül vezetett. Sajnos, mostanra semmi sem maradt a hídból. Csak annyit tehetünk, hogy feltartóztatjuk a tüzet, hogy ne falja fel a várost teljesen. Attól félek, e világi akarat nem tudja kioltani. Finala még mindig otthonának nevezi a malót? Talán ő megjavíthatná a hidat. Ő mindig is jó volt az ilyen problémák megoldásában. A Finala az, aki nekünk segíteni. Aki segít majd abban, hogy beszélgessünk halottakkal. Igen, még mindig itt él. Finala meg tudná oldani ezt a feladatot, ha már nem lenne elfoglaltsága. Fogta magát és elindult az Elenlu szigetre. Az ősi elf prizmát akarja aktiválni, és ezzel megmenteni a várost. Az elf prizmát? Gyerekként jártam a szigeten, de sose tudtam, hogy milyen célt is szolgál a prizma. A prizmát őseink készítették, Isterum maga töltötte fel a saját energiájában. Csak végszükség esetén használtuk, mivel az ereje nagyon lecsökkent azután, hogy a gyógyító esője megszűnt. Nem fogom hagyni, hogy Valdis még többet ártson, talán én be tudom kapcsolni a prizmát és meggyőzhetem Finalát, hogy az idő alatt javítsa meg a hidat.
A karaván után kell mennem, mi hamarabb? You have my blessing, then. Akkor áldásom rajtad. Utasítást adok, hogy nyissák ki számodra az északi kaput. Még valami, gyermekem. Be kell ugranod Drevin gyerekkori házába. A testvére, Drianjol kapott egy levelet néhány hónappal ezelőtt. Neked címezve, Sotiris. Egy levél. Ista ura legyen veled, Sotiris. Siess. Nincs vesztegetni való időd. A malló teleport aktiválókő. Ezt a táblát Celephella bölcs adta neked. Úgy nőttél fel, hogy azt hitted, az amanúbeli teleportok csak díszek voltak, és sosem láttál senkit, aki használta volna őket. Ahogy kiderült, még működnek is. És ez a tábla lehetővé teszi a számodra, hogy Arana bármelyik teleportjával elérhessd Amallót. Jó. És megkaptuk a második küldit. A Finala és a Romos hidat. Na ez az, amiben ma már nem kezdünk bele. Mondj, amit akarsz az elfekről, építkezni azt tudnak? Mire gondolsz? Nézd ezeket a házakat. Mindegyik falában legalább egy lyuk van. Még állnak. Nem mindegyik város büszkélkedhet azzal, hogy talpon maradt Valdis látogatása után. Itt nőttem fel, nem mondhatom, hogy bármi különlegeset látok benne. Tudod, a kard jobb, mint a fűrész. Tudom, hogy mit beszélek. Az elfek tehetséges építészek. Tetszenek ezek a beszédek a karakterek között. Menő. Van egy küldi, amit most leadunk. És Amallót már csak legközelebb fedezzük fel. Jobban. Tehát a kocsmába kell mennünk. Szevasz, Johnny. Mekkora csacsink van? Na nézzük. Hey, emlékszem rád, nem te mondtad, hogy megkeresed nekem azt a különös követ Zéria templomában? Hogy sikerült? Sajnos semmi szokatlant nem találtam. Néhány kincset, köztük már értékeset, de mindössze ennyi volt. Hát, komoly bajba kerültél a kedvemért, így hát itt van némi visszatértedre. Remélem ez kis sikár, pótol a fáradozásodért. Jó napot! Adott egy egyedülálló ezüst gyűrűt. Itt van nekünk Vix és Sartan. Csacsi! Pürüncs. Csacsi hipelul. Köszi szépen a százas szféra karcoló. Csacsi hipelul. Ez volt a Zéria templomának titkai, és elvileg még valamit meg tudunk csinálni. Nem, ezt még nem tudjuk megcsinálni. Mármint meg lehetne csinálni, mert már el tudok jutni a Amallóba. De a Amallóba már nem akarok semmit sem. Szóval Lelani, Teldvir és egy családi gyerekje.
család gyerekét megnézhetnénk. Mondjuk a Feldbirt is megnézhetnénk. Nem tudom, hogy le tudjuk-e már győzni az ellenfelet. Egy pillanat, srácok. Aha. Csak azt nézem, hogy melyik kell nekünk, melyik rész. Talán ez. Nem. Pont egyel előtte. Vagy itt van? Nem, egyel előtte. Az elf szentély? Hűha, most hol vagyunk? Utána az Eastern. Tehát akkor a déli kell? Lehet a déli kell? Látni fogom a térképen, hogy ott a bejárat. Most ott van egy bejárat. Azaz. Éger, nagyon rendes tőled. Azt hiszem, az irány. Aha. Hát igen, ezt benéztem. Oda kellett volna menni. És oda egy másik waypoint vitt volna minket. Nem tudom, hogy át lehet amúgy ezeket a prime-os skineket adni amúgy, Jäger. Ezek már itt nagy életerő. Ami kódos, azt lehet. Aha. Nem tudom, hogy hányan DBD-znek közülünk. És elvileg, ha itt lemegyünk, akkor jutunk oda, hogy vagy a kovácsnak, vagy a, nem tudom, vagy a családi gyerekét fogjuk megcsinálni, de szerintem inkább ez a kovácsos rész lesz. Ne, és ez nem az. Akkor viszont lebekkelünk. Régen mindig húztam egy vagy kettő olyan karót, ami ezeket a pontos blokkokat jobban szüreteltem. Ja, hogy karit? Ja. Nekem kettő karim van, ami ugye ezt kirakom. Hát az IS-nál annyira az ellenállás az nem érdekel, de a varázslónál az nagyon jó cucc.
Én... ja, szóval hogy én ezt úgy csináltam. Na ez az. Hát végül is nem tévedtünk olyan sokat. Nem tévedtünk olyan sokat, mert erre kell mennünk. Szóval lehet egyébként, hogy az IASZ-únak nem éppen hatékony az, hogy az ellenállásra pakolunk. Csak azért, hogy kiszedjük a potit. De lehet, hogy én is jobban járnék, hogy húzzak egy karit, de... Á. Lusta vagyok ilyenhez. Remélem, hogy ez lesz a lejárat. Hát figyelj, igazából, ha téged nem zavar, hogy farmolnak kell, akkor teljesen oké, hogy tudok. Igazából lehetne használni a liftet is. Kíváncsi vagyok, hogy most már tovább tudunk-e itt menni. Na. 12-es. Ez még okés. Ez a rész még itt oké. Ami nem oké, az jobbra lesz majd. Na. Ott van 24-es szintű, úgyhogy ezt már bírjuk. Ja, és egy 10-es íjat kaptunk. Na és itt már 22-es elemik vannak. Hát így nem tudom, hova lőtt az íjász. Hát... íjász? Az íjász? Nem tudom. Én nem tudom, srácok. Tehát, hogy így klikkeltem azt, hogy jöjjenek be a karakterek, és így még bele is újtizott a falba az íjász. Pedig hát biztos nem volt bent a szobába, de ő mégis lőtte tovább. De idegesítő. Hát akkor az íjásznak mondani kell, hogy légy szíves, ne legyél már ostoba. Szomorú.
Azok közül, akik ide jöttek, mindegyik halt. De szép sebzések a csasiton. Meg lett az a Mithrilor. Egy fosztogató Feldvir Mithril érce. Egy fosztogató bandától szerezted ezt a Mithril darabot, kik korábban Feldvirtől a kovácstól lopták. Kevés kovács dolgozik Mithrillel, és még kevesebb használja. Ritka, drága, és rendkívül nehezen átalakítható. Feldvir nagyon tehetséges kell legyen, ha ebből profitot tud termelni. Bár azt gyanított, hogy a létfenntartási költségei is alacsonyak lehetnek. Enélkül a Mithril nélkül Feldvir nem képes semmiféle Mithril fegyvert vagy páncélt kovácsolni. Oké, és... hogy néz ki, hogy van még egy ilyen... ládikó. Ja, a rövid távújjakkal kicsit könnyebb lenne. Én hülyén meg ráraktam arra, hogy még távolabbról is tudja lőni az enemit. Pedig hát, mint látjuk, hülyeség. De a mágus nem jön. Nem jön a mágus. Tehát itt volt egy jó furkós bot és ennyi. Szegény meg beleszorult a falba. Na, hát most már átnéztük ezt a helyet. Úgyhogy még egy küldetést letudtunk. Míg távol voltatok egy rettenetesen szörnyű szerzet eltörte az északi falat. Se lopta a kalapácsomat, semmire sem megyek nélküle. Egy egész századnyi őrt kellene fogadnom, hogy elég tisztán tartsam ezt a helyet, hogy békén dolgozhassam. Meg tudnál találni a kalapácsomat, az jó kezdet volna. Micsoda bal szerencse. Rendben, Moresre tanítom azt a szerzetet, és megkeresem a kalapácsodat, jó Feldvir. Dehogy keresem meg. De hogy keresem meg, hát már ezt is én csináljam. Már mindent, na mindent én csináljak. Ritka láncicsizma. Hát úgy néz ki, mindent nekem kell csinálni. Ott a vége szerencsére, úgyhogy itt most nem kell szórakoznom, hogy nem találják el az embereim az enemit.
Ja, hogy itt kettő izé boss volt, hoppácska. Hol van, hát... Szökik a boss! Na megvan, felbírt a lapácsa. Igen. Sok furcsa néppel találkoztál már utat során, de olyannal, mint Feldwyr, még nem. Azt hallottad, hogy az emberek szívesen élnek a föld alatt, de sose találkoztál olyannal, aki ennyire élvezte is volna, mint ő. Ja, ez a boss idegesítő volt valóban. Hogy itt elkezdett menekülni. Na nézzük! Vidd vissza a kalapácsát Feldwyrnek. Na. A kalapácsom, megtaláltad! Rökvesnek kínáltuk a fegyverednek. Ez eltart majd egy pár napig, nem érdemelsz kevesebbet, csak is a legjobbat, drága barátom. Remélem ez elfogadható a számodra. Néhány nap, de én úgy terveztem, hogy még nap lemente előtt távozom. Hogy adod majd át nekem? Tudom, hogy ismerős vagy Eirulánban, és normális esetben oda is küldeném, de a kereskedelem Amalluban nemrégiben sokat javult. Utárok leveleket és magukat hoznak nekem a testvéremtől a hónap első időszakában. Így amikor végzik a fegyvereddel, el fogom neki küldeni. A neve Firndorf, és Amallu kovácsának inasa. Amallu, jól ismerem. Jó, akkor Firndorf gonélkül meg fog találni téged. Köszönhet ismét, barátom, mindenért. Örömed lesz ebben a fegyverben, kétségem sincs felőle. Sok szerencsét, Feldwyr. Na, srácok. Most már csak beszélni kell a kovácsinassal Amalluba, ami pedig sima. Lelani küldetése is Amalluba folytatódik. Van még egy utolsó dolog, amit szerintem még megcsinálunk, ha megtudunk természetesen. A feladatunk, hogy... be kell menni a sírboltba, és meg kell oldani a kripta őrzőjének rejtvényét. Nem tudom, hogy ez mennyi idő lesz. De még erre gondoltam, srácok. Na. Az Azunita sivatag. Oda megyünk. Remélem láttátok, hogy a karakterem íjjal és karddal varázsolta meg a teleportot. Mindkettő a kezébe volt. Azért lenne amúgy ez király, hogyha ezt most megcsinálnám. Mert akkor így minden első aktos küldetésünk meg lenne. Kivéve, amit Amalluba kell leadni. Kód 4000, wow! Már nem is emlékszem, hogy milyen a kód 4. Azon ki vagy jó. Most mindenem is át fogunk szaladni. Céltudatosak vagyunk. A stream mester egy öreg ember, akivel azonita sivatagban romok között találkoztál. Mesélt neked egy felbecsületetlenül értékes családi erekéről, mely a romoktól nem messze a család sírboltjában található. Túlságosan gyenge ahhoz, hogy maga oldja meg a gondot, ezért téged kért fel rá. Itt vagyunk a sírboltban, és itt volt az, hogy 28-as enemikkel találkoztunk.
Szerintem most már a 28-as enemikkel simán elboldogulunk. Jaj, megint itt van egy nagyon erős enemi. Ja, nincs. Azt hittem. A kettőnél még vannak működő szerverek, az durva. Nem is gondoltam volna Neomel. Sajnos az anti-cheat kevésbé működik már jól. Hát azt megértem már ilyen régi game-nél. Hogy az már nem éleskedik. Azt mondta, a háború az ember nyomában jár, és a békétől tartózkodás újra gonoszságot hoz. E világ minden nagyszerű vezére közül 4 napjainkig kísérti az álmaimat, és nem hagy békét a lelkemnek. Azonája nép védelmezője, Zaramot az emberiség első korának zsarnoka, Elandir az a Galánok vezére és Zéria a háború istennője. Válaszolj erre a kérdésre, utazó. Amikor alszom, melyik lélek látogat meg elsőként? When I slumber, which spirit first visits me? Tehát háború az ember nyomában jár, és a békétől tartózkodás újra gonoszságot hoz. Of all the great leaders of this world, 4 spirits haunt my dreams to this day and keep my soul from finding peace. Ajunai, defender of the people. Azonáj, melyik lélek látogat meg másodikként? Elandir, mert az agalánok hitték, hogy az a férfi volt a békeire állításának kulcsa. Zaramot, mert belecsapta a kardját Azonáj pajzsába és elosztta az emberiség második korát. Céria, mert háború járt szorosan a nyomába. Szorosan az emberek nyomába. You are wrong. Tehát ezt jól kell megválaszolni. Ha. Vagy lehet farmolni, ugye? Of all the great leaders of this world, 4 spirits haunt my dreams to this day and keep my soul from finding peace. Ajunai, defender of the people. Zeramoth, tyrant of the first age of man. Elendir, leader of the Agalons, and Zeria, goddess of war. Answer me this, traveler. When I slumber, which spirit first visits me? Nem tudom. Rosszat választasz, vagy én feldobja az ellenfeleket? Which spirit and you? Aha. Of all the great leaders of this world, 4 spirits haunt my dream. Which spirit visits me second? Na nézzük, mi a megoldás. Én nem vágom. Nem vágom, hogy ezt ahonnan kéne tudni. Azt mondja, hogy Axez. Hát akkor az mi az? Azonájt azt eltaláltuk.
Zeria, mert háború járt szorosan az emberek nyomában. Which spirit visits me through? Elandir, mert az agalánok sosem hittek a háborúba, és Zaramot, mert belecsapta a kardját az Unai pajzsába, és elhozta az emberiség második korát. Bölcsesség ered a szavaidból, húsgyermek. Többé nem kísértenek ezek a lelkek, és végre békére lelhetek. Imáron szabad az út előtted. Ajaj. Elfogyott a HP poting. ...2900 HP-ja van ennek a szemétnek. Ja, hogy ő ezt idézi? Jó lesz. És veszünk potit. Négyben még fejlődő szervek is vannak, fél óra alatt meg lett minden fegyver. Az igen. Micsoda csalások. Greetings, friend. Jaj, hát mondjuk pont nem nála kéne potit menni, de mindegy. Ennyi poti csak elég. Ugye most az a terv, hogy leteszünk még egy potit. Potit portál. És akkor mindjárt mehet a menet. Mehet, most már mehet. Ja, csak ezt át kell rakni. Jó, fél HP-ja már lement. Sajnos elhullott a tankunk. A bukottak haragja. Örökség kard. Tehát ez miért jó? Örökség kard, plusz 15-ös sebzés. Hát ez elég gagyes, srácok. Igen, még visszaértél a végére. És azt hiszem megint egy teleport kell nekünk. Ez is a sivatag? Vagy már az elveszett völgy? Szerintem ez még a sivatag. Nézzük.
Aha, aha. De viszont rossz fele indultam el. Mert erre kell. És ott lesz a kis épület. Na várjunk már, hát hol van... És ezt így hogy lehet? Hogy lehet elveszíteni egy karaktert, please? Hogy veszíthetünk el egy karaktert? Hát ilyen se volt még velem. Dungeon Siege 1-ben még megért, hogy elveszítünk egy karaktert a 2-be. My friend, barátom, látom, sikeresen megoldottad a rejtvényt, és most megszerezted a családi ékszert. Ez egy boldog nap számomra. Manu, mostán elégedett lesz. A megpróbáltatásaidért cserépen megtanítalak egy titkos énekre, mi csak a családom ismer. Egy a környéken elszórtan feleletű varázsoltárok egyikének közelében ének eléleküled ezt, akkor lenyűgöző erőre tehetsz szert általa. You shall be filled with an impressive power. Ki fogom próbálni, köszöntem. Van még valami? Igen. Nem mesélj senkinek se a családi ékszerről, főleg ne olyannak, aki a Manluból származik. Fájdalmas megvallani, de akadolyas valaki, aki a családom befeketítésén fáradozik, és valótlanságokat terjeszt rólunk. Van ott egy bizonyos elf, Atelas, aki bármit képes megtenni a bukásomért. Észbe fogom tartani, köszönöm. Most pedig gyermekem, élek mandát a családi örökséget. Ezek az öreg kezek végre újra megérinthetik. Persze, itt van. Pontosan ezt vártam, hogy ilyen becsületesen viselkedsz majd. Zéria fénye kísérjen és őrizzen érte. Egy dolgot még el kell mondjak neked, barátom. Vigyelek. Azt az éneket, amit korábban átadtam neked, a Magrum Erupto. Végül is nem biztos, hogy el akarod majd énekelni. Nem voltam biztos a szándékaidban, de most, hogy tanul bizonyságot tettél bölcsességedről, nem akarok neked ártani. Egy sokkal eredményesebb énekre tanítalak meg, amikor legközelebb egy varázsoltára állsz, ezt énekeld el. Biztos vagyok benne, hogy elégedett leszel. Misztikus ének. Kaptunk két misztikus éneket is. Recuo amicum es, illetve erupto. Erupto akármi. Hoppácska. Ott van, magnum erupto. Recuo amicum es. Na, hát ezt majd ki kell próbálni. Na, zsír, srácok. Most már megvagyunk. Most már nyugodtan elmehetek. Most már nyugodtan elmehetek. Most már nyugodtan vége lehet a streamnek. Mert? Miért is, srácok? Hát azért, mert... Most már minden küldetésünk megvan. Ami... A Manlu előtt teljesíthető. Pontosan ezért. Tehát az első felvonás első küldetései, mármint hogy elsődleges küldetéseim megvannak. A másodlagos küldetések közül Lelani bánata a Malluba kell, hogy megcsináljuk.
Feldvér, a Malu, és van még egy, amihez kell egy karakter. Vat. Vat. Képzeljétek el, hogy pont egy olyan küldetés hiányzik, amit a mágusomtól kell felvenni. Ariane fogja adni nekünk. A francba. A francba. Szóval Tárnak van egy küldetése. És azt még Amalóba meg kell csinálnunk. Viszont ez most már tényleg csak legközelebb. És addig nem megyünk Amalóba, ameddig ezt meg nem csináljuk. És akkor tényleg meg lesz minden. Ú, de jó lesz a következő streambe azt látni, hogy az elsődleges küldetések megvannak az első felvonásban, illetve a másodlagosak is. Tök szuper. Mentünk ott arra a mentésgombra is elnyomunk, kilépünk, és kész. Skacok, ennyi lett volna már a Dungeon Siege-ezés, remélem, hogy élveztétek. Haladtunk, megvagyunk az első aktal. Bizony.